Turisztikai fejlesztések, felújítják a várat és rekreációs központot is építenek Kisvárdán. Veszélyes kiülés az idősekre és a bódultakra jelenti a legnagyobb veszélyt a fagyos hideg. Középmezőnyben a Sényő, a 9. helyen telel az NB3-as futballcsapat. Számos turisztikai fejlesztés indult 2021-ben Kisvárdán. A vár felújítása mellett rekreációs központ is épül a városban. Ez a Kölcsey Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! Nyáron sokkal több turista érkezett Kisvárdára, mint egy évvel korábban. Ebben nagy szerepe van a város körülvevő gazdag természeti környezetnek is, mondta televíziónak Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere. Már hónapok óta lezárt építési terület a kisvárdai vár és közvetlen környezete. Nyáron kezdődött a felújítás az állami kastély program keretében. Több mint 2 milliárd forintot fordítanak a beruházásra. A városban az elmúlt hónapokban befejezték a központi sétány fejlesztését is. Az önkormányzat célja az volt, hogy igazi élményközpontot hozzon létre. Az emberek ugyanis a korlátozások után vágynak az aktív pihenésre. Oda kellett figyelnünk mindenre, és köszönöm a kollégáknak, hogy a munkában segítettek, és nagyon sokat segítettek. Valójában a régóta futó projekteket befejeztük, tehát szinte felsorolni is nehéz lenne. Jelen pillanatban a futó projekteket csináljuk. Ez itt mellettünk éppen a vár felújítása, egy multifunkciós sportcsarnok, egy zöldváros beruházás a belvárosban, egy honvédelmi sportközpont, tájház, új múzeum. Lehet, hogy kihagytam valamit, de van előttünk álló feladat, bőven van. Az a lényeg, hogy itt lassan, hogyha vár is megújul, akkor ez itt-tól vagyunk. A szálloda, a strand, a filmpark, a környék, az teljes egészében egy nagyon kulturális sportközpont lesz, pihenő központ lesz, rekreációs központ lett. A polgármester hozzátette, nyáron újra sokkal több turista érkezett Kisvárdára. Ebben nagy szerepe van a várost körülvevő gazdag természeti környezetnek is. A Tisza és a Rétközi tó is lendített az idegenforgalmon. A fejlesztésekkel a fiatalok megtartására törekszenek. Eddig az volt a szlogenünk, hogy Kisvárda városa visszatérsz. Az elsősorban a fiatalság megtartása, iskolaváros vagyunk 7000 diákkal, 4000 középiskolással, egyetemmel, és azt szeretnénk, itt maradnának lakások biztosítása, munkahely. Most azt kell, hogy mondjam, a cél az, hogy, és elmondhatom bátran, mert most éppen áthagyjuk a McDonald's-ot hamarosan, hogy egy kisváros nagyvárosi lehetősége sportban, kultúrában, zenében, színházban, hiszem azt, hogy munkahelyben is, tehát megtalálják a fiatalok majd a számításukat. Néhány hete egy rekordtán futópályát is átadtak a vártó körül. A sportfejlesztések folytatását 2022-ben is tervezi Kisvárda város vezetése. Soha nem látott eredményeket hozott a megye déli részén a kormány gazdasági akcióprogramja, mondta televíziónak Simon Miklós országgyűlési képviselő. 127 nyertes Európai Uniós pályázat összesen 24 milliárd forint támogatás jelentett a térség számára. A fejlesztések kézzelfoghatóak és látványosak a térségben, emelte ki a képviselő. Bár a koronavírus járvány rengeteg veszteséget okozott az elmúlt években, soha nem látott beruházások valósultak meg. A Magyar Falu programnak köszönhetően 67 kilométer új utat adtak át, több mint 120 sikeres pályázat keretében. Óvodák, bölcsödék és önkormányzatok, közintézmények épületei újultak meg, korszerűsödtek a belvíz elvezető rendszerek, az ipari fejlesztések pedig hozzájárultak a gazdaság élénkítéséhez. A választókerületünk önkormányzatai, közösségei 127 Európai Uniós területfejlesztési operatív programbeli pályázatot valósítottak meg. Egy fél tucat az, aminek az építése folyamatban van. Tehát ez azt jelenti, hogy 120 pályázat megvalósult, és itt nagy volumenű pályázatokra kell gondolni. A legkisebb pályázat is több 10 millió forintos, a legnagyobb pedig a Nyírbátori Ipari Park fejlesztése volt, amit idén ősszel Palkovics miniszter úr jóvoltából átadhatunk. Ez egy 1,3
2,2 milliárd forintos támogatási összegű pályázat, aminek az összértéke több mint 2 milliárd forint volt, és ilyen formán az a 4,5-5 ezer ember, aki a Nyírbátori Ipari Parkba nap mint nap bejár, sokkal nagyobb biztonságban teszi ezt, nagyobb biztonságban működnek az ottani üzemek. 127 Európai Uniós területfejlesztési program összesen 24 milliárd forintot jelent a térség számára. A beruházásoknak köszönhetően a szolgáltatások színvonala is javult, 13 településen helyi termelői piacot alakítottak ki, és egy új hűtőház építése is folyamatban van Újfehértún a gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően. A Szabolcsi Alma Centrumban feldolgozó üzem készült el összesen 10 milliárd forintból, amely nagy segítség a helyi gazdák számára. A feldolgozó ipari kapacitások kiépítése gőzerővel történik, Nyírbátorban, Nyírlugoson, Máriapócson és Újfehértún, ahol felavatták az új honvédelmi sportközpontot is. Ezek a beruházások új lendületet és több ezer munkahelyet jelentenek a térség számára. Szeptember 1-e pedig meghatározó dátum volt egy település életében. A kormány javaslatára a köztársasági elnök úr Nyírbogátot szeptember 1-ével várossá nyilvánította. Ez egy közös munkának az eredménye. Elismerte a köztársasági elnök úr a kormány javaslatára az itt folyó munkát. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a köztársasági elnök úr a kormány javaslatára elismerte a térségben folyó munkát, mert hogy az, hogy a települést várossá avatták, az a térség nélkül elképzelhetetlen. Egy város azért város, hogy a térségét segíteni tudja, ez a véleményem. Így van ezzel Nyírbátor, Újfehértó, Máriapócs, Nagykálló, Nyírlugos, és ilyen formán örülünk, és egyben köszönjük azoknak a közösségeinknek a munkát, amelyek ebben segítettek nekünk. 10 kerékpárutat építettek, amelyek településeket kötnek össze, fejlesztve a térség infrastruktúráját és turisztikai megítélését. A Magyar Falu programban 150 kisebb-nagyobb volumenű pályázat valósult meg, mintegy 3 milliárd forint értékben. Közösségi terek, járdák, épületek és utak újultak meg. Simon Miklós szerint a koronavírus járvány az emberi közösségekre lesújtó hatást gyakorolt, de az 50 uniós nyertes pályázat, amely 7 milliárd forintos támogatást jelent az egyházi és civil szervezetek munkájának, új erőforrást ad a közösségek életének visszaállításához. A napok óta tartó fagy miatt egyre több kihűléses megbetegedéshez riasztják a mentőket, elsősorban az időseket és a pszichoaktív szerek hatása alatt álló személyeket veszélyezteti a hideg. Nem csak az utcán, a fűtetlen lakásban is találkoznak a mentők minden évben kihűléses esetekkel. Ez egy lassú, elalvás jellegű folyamat, amely akár halállal is végződhet, ha nem érkezik időben megfelelő segítség. A téli időszakban az egyik leggyakoribb belgyógyászati baleset a kihűlés. Az elmúlt években kevesebb alkoholos befolyásoltságú esettel találkoztak a mentők, viszont nőtt a lakásban kihűlt esetek száma. Testünk alapvetően 36-37 fokos hőmérsékleten üzemel a legjobban, 35 foknál már kezdetét veszi a kihűlés folyamata. Gyakorlatilag, hogyha egy mérsékelt kihűlésről beszélünk, akkor először az izommunkával az ember dideregve megpróbál hőt termelni, majd ahogy a szervezetnek ezek a védekező mechanizmusai kimerülnek, illetve, mint említettem, ha egyéb szerhatás, alkohol, nyugtató, altató is társul hozzá, az pedig tompítja ezeket a reflexeket, védekező reflexeket, és akkor gyakorlatilag ezen izomremegést követően egy ilyen lassú, kábult állapotba kerül valaki, csökkenni fog a vérnyomása, csökkenni fog a szívműködése, légzésszáma, és gyakorlatilag egy mélyen eszméletlen állapotba fog kerülni, és ezt követően törvényszerűen légzés és keringés megállás tünetei között fog gyakorlatilag fogja életét veszteni. Ez nagyjából 20 fokos testhőmérséklet esetén következik be. Minden évben találkoznak ilyen esettel a mentők.
Az Országos Mentőszolgálat régió vezetője azt mondta, még van hova fejlődni, de évről évre javul a társadalmi felelősségvállalás. Számos olyan népszerűsítő program indult, ami főként ugye a hirtelen szívhalál az újraélesztés kapcsán, a közterületen bekövetkező rosszulétek kapcsán próbálta megszólítani a társadalmat, és ennek kapcsán azt látjuk, hogy az elmúlt években örvendetesen nőtt ezeknek a laikus elsősegély nyújtásoknak a száma, akár a megkezdett újraélesztéseket tekintve, akár bizonyos félautomata, defibrillátorok, újraélesztő készülékek, laikus általi használata is megfigyelhető egyre nagyobb számban az elmúlt időszakban, és természetesen ugye nem csak újraélesztés kapcsán, hanem egyéb hirtelen egészségkárosodásoknál, közlekedési baleseteknél, vagy akár hirtelen közterületen bekövetkező rosszulléteknél is talán örvendetesen emelkedik a laikus újraélesztések száma. Fontos tisztában lenni a ténnyel, hogy az alkohol nem segíti a kihűlés elleni küzdelmet, sőt, tovább rontja a túlélés esélyeit. Orvosi kutatások szerint a kihűléses esetek körülbelül 30%-ában az alkohol is szerepet játszik. A leghatékonyabb fegyver a mozgás, ezzel jelentősen meg lehet emelni a test hőmérsékletét, így az optimális szinten tartható. Most pedig folytatjuk az év fontosabb eseményeit bemutató sorozatunkat, most a szeptemberi történések között tallóztunk. Az iskolakezdés új intézményt hozott Nyíregyházára, megnyílt a Honvéd kollégium. Geszteréden bővítették az általános iskolát, a Nyíregyházi Egyetem pedig alapítványi fenntartásba került. Szeptemberben három megyei termelő beruházás bővítését jelentette be Szijjártó Péter miniszter. Szeptemberben megnyílt a tanév a Miketsz-Kálmán Honvédelmi Kollégiumban. Összesen 23 kadét vette birtokba a Nyíregyházi Egyetem egyik épület részét, ahol a katonai ismereteket sajátítják majd el iskolaidőn túl. Szabó István honvédelmi államtitkár a tanévnyitó eseményen azt mondta, a már korábban is működő debreceni és a most útjára induló Nyíregyházi Kollégium mellé a következő évtizedben 8-10 ilyen intézményt szeretne létrehozni a Honvédelmi Minisztérium. Magyarország jövőjét azok a tetrekész fiatalok jelentik, akik a család, a közösséget és a nemzetet választják. A honvédelmi és haderőfejlesztési program nem csak az eszközök beszerzéséről és a hadsereg modernizálásáról szól. A program középpontjában az ember, a katona. A program sikeréhez azonban jól képzett és kiképzett szakemberek kellene a magyar honvédségnek. A honvédelmi nevelés elengedhetetlen ezzel a szempontból. Ennek okán, mint a kadét program is, fontos, hogy a jövő nemzedéke is megismerje, megértse és tisztelje a katonai hagyományokat és eszményeket. Sportudvart alakította ki, megújult a tornaterem, és új gépek, eszközök is kerültek a geszterédi óvoda és iskola épületébe. Az elmúlt hónapokban több mint 200 millió forintból megvalósult beruházásnak is köszönhetően egyre vonzóbb az intézmény a helyi és a környékbeli családok gyermekei számára. Amikor kezdtünk 40 óvodással, most már csoportot kellett bővítenünk, már 80 óvodásunk van, illetve az általános iskolában is 72 bejáró tanulónk van. Iskolabusszal hozzuk a gyerekeket, illetve a szülők hozzák, 6 településről érkeznek hozzánk a gyerekek, és nagyon örülünk neki, hogy folyamatosan bővül a iskolának a felszereltsége, illetve személyi állománya, teljes nálunk a szakos ellátottság, tehát nyugodt környezetben, katolikus légkörben tanulnak a tanulóink. Mintegy 1200 első éves kezdhette meg az idei tanévet a Nyíregyházi Egyetemen. Közülük 450 a nappali tagozatos és 750 a levelezős hallgató. Az ünnepélyes tanévnyitón elhangzott, új szakasz kezdődik a kampusz életében, augusztus óta ugyanis alapítványi fenntartású intézményként működik az egyetem. Mindenképpen saját magunk fogunk itt a kuratórium és a vezetőség dönteni a jövőnk felől, illetve bízunk abban, hogy mind oktatás, mind tudományos területen, illetve infrastruktúrális területen nagy fejlesztések lesznek. Bővítette gyártócsarnokát, új raktárt épített, és fejlesztette technológiai parkját a Parmen Konzervipari ZRT Nyírmegyesen. Az 560 millió forintos beruházás eredményeként új termékekkel, borsóval és babbal is piacra tud lépni a vállalat. A cég nem csak belföldre, hanem külföldre is termel, bevételének csak nem fele exportból származik. A szeptemberi eseményen részt vett Szijjártó Péter miniszter is. 1100 négyzetméterrel bővült a gyártási terület,
2200 négyzetméterrel bővült a raktározási terület, és új gyártási technológia beszerzésére is sor került, amelynek nyomán a termékportfólió új termékekkel, borsóval, babbal tud kiegészülni, és kettő esztendő alatt mintegy 30%-os termelés növekedésre nyílik lehetőség 10.000 tonnáról 13.000 tonnára. Ráadásul az itt előállított termékek jó minősége, magas színvonala, magas rost és fehérje tartalma miatt komoly az európai kereslet is ezekre a termékekre. 48% a vállalat bevételeinek a külpiacokról származik, ez pedig a magyar gazdaság teljesítménye szempontjából fontos. A tárcavezető emellett jelen volt az Unilever nyírbátori gyárának bővítésén és a kisvárdai Várodamid Kft. Beruházásának bemutatóján is. A tabella 9. helyén tölti a téli szünetet az MB3 keleti csoportjában a Sényői futballcsapat. Az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes 9 győzelem mellett 4 döntetlent játszott, és 7-szer szenvedett vereséget. A 2020-21-es szezont a 8. helyen zárta az NB3 keleti csoportban a Sényői futballcsapat, teljesítve ezzel a mindenkori elvárást, azaz, hogy egy számjegyű helyezés álljon a csapat neve előtt a bajnokság végén. Fél időben egy helyen jobban állt az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes, amely tavasszal 5 ponttal szerzett kevesebbet, mint a bajnokság első felében. A nyári szünetben aztán a megszokottnál jelentősebb volt a játékos mozgás, így vágott neki a csapat az új idénynek. Fél időben egészen pontosan 20 forduló után 31 ponttal a 9. helyen áll a tabellán a Sényő. A házi góllövő listát a 11 találatot elérő Kapaci Navaler vezeti. Egy kicsit döcögősen indult az ősz, ugye? Elég sok új játékost igazoltunk nyáron, aztán elég sok időbe tellett, mire egy kicsit sikerült úgymond összerázni a csapatot. Hát még a hazai mérlegünk, azt mondom, hogy az nem is rossz, azzal elégedettek lehetünk, viszont idegenbe először a 14. fordulóba tudtunk nyerni. Voltak mellette idegenbe olyan mérkőzések, ahol egyébként például egy Barcika ellen, vagy egy Kisvárda ellen, ahol a mutatott játék az bizakodó volt, viszont sajnos nem párosult eredménnyel. Voltak azonban olyan mérkőzések is, amelyeken nehéz helyzetbe kerülve szerezte meg a 3 pontot a Sényői együttes. Talán az utolsó fordulóba, ugye, ami a tavaszi első volt a Kisvárda, ahol 10 emberre sikerült győztes gólt rúgni, majd megőrizni az eredményt, valamint viszont még az is egy hazai mérkőzésünk volt a Békés Csaba 2 ellen, amikor az ellenfél 2-0-ra vezetett fél időbe, 61. percben 3-1-re, majd nyertünk 4-3-ra. A negatív, az ide vehetném a Tiszafüredet, vagy az Újpest 2-t, ahol ugye mind a kétszer idegenben a 84. és 86. percben egyenlített az ellenfél, ez elég fájó volt. Mint az edző elmondta, az NB1-es és NB2-es együttesek második csapatainak részvétele kicsit kiszámíthatatlanná teszi az esélyeket, mivel általában csak a meccs napján derül ki, hogy milyen erős kerettel állnak ki az adott mérkőzésre. Ettől függetlenül minden gólért és minden pontért nagyon meg kell küzdeni a harmadosztályban. Már most ez a 4. évünk, hogy évről évre erősebb a bajnokság, és ugye az is mutatja, hogy például 9. helyen vagyunk, egy jó tavaszi rajta, pár pontra vagyunk egyébként a 5-6. Helytől, viszont annyira sűrű a mezőny, hogy egy-két mérkőzés nem úgy sikerül, akkor pedig rögtön kellemetlen pozícióba találja magát az ember. A Sényői csapat január 3-án kezdi el a felkészülést, mégpedig a megszokott téli helyszínen Kemecsén. A hónap közepétől jönnek a felkészülési meccsek, február 13-án Egerben pedig már bajnoki pontokért lép pályára a Sényő. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, de már csak néhány mondatban. Számos turisztikai fejlesztés indult 2021-ben Kisvárdán. A vár felújítása mellett rekreációs központ is épül a városban. Nyáron sokkal több turista érkezett Kisvárdára, mint egy évvel korábban. Ebben nagy szerepe van a város körülvevő gazdag természeti környezetnek is. A napok óta tartó fagy miatt egyre több kiüléses megbetegedéshez riasztják a mentőket. Elsősorban az időseket és a pszichoaktív szerek hatása alatt álló személyeket veszélyezteti a hideg. Nem csak az utcán, a fűtetlen lakásban is találkoznak a mentők minden évben kiüléses esetekkel. Ez egy lassú, elalvás jellegű folyamat, amely akár halállal is végződhet, ha nem érkezik időben megfelelő segítség.
A tabella 9. helyén tölti a téli szünetet az MB3 keleti csoportjában a sényői futballcsapat. Az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes 9 győzelem mellett 4 döntetlent játszott és 7-szer szenvedett vereséget. Önök december 29-én szerdán a Kölcsey Televízió híradóját látták, legközelebb holnap este várjuk majd önöket híradóval, addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Szerdán éjszaka borult, hideg idő várható, előfordulhat eső vagy hó a megye egyes területein. Csütörtökön napközben nyugat felől egyre több réteg felhőzet sodródik, elsősorban a Dunántúl fölé, míg az ország keleti felében több órás napsütés is lehet. Csapadék nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, kora délután -2 és +3 fok valószínű. A hét további részében marad a borult, hideg idő, fagypont körüli hőmérsékletekkel.